Hivatásos és önkéntes tűzoltók együtt ünnepelték a Pálházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100 éves fennállását. A program sorozat ünnepélyes állománygyűléssel vette kezdetét a Művelődési Házban, ahol helyi és megyei vezetők köszöntötték a szervezet tagjait. Nagyon fontos szerepet költenek be az önkéntes tűzoltó egyesületek a katasztrófavédelemben, hiszen azokon a településeken, ahol nincsen jelen a katasztrófavédelem, önálló tűzoltó őrsel, katasztrófavédelmi őrsel, ők a hiánypótlók, ők vigyázzák az emberi életet, az anyagi javakat, tehát a részük kiemelt szerepe van a közbiztonság fenntartásában. Az ünnepség keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség is elismerte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az abban tevékenykedők munkáját. Petercsák Antal parancsnok a tűzoltó szolgálatban végzett 60 éves munkájáért megkapta a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi szolgálati érmét, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség hosszantartó eredményes munkájáért tűzoltó díjsisakot és oklevelet adományozott számára. Én 60 éve vagyok az Egyesületnek a tagja, majd 1966-ban pedig tűzoltó parancsnoka lettem egy összevont nagy tűzoltó egyesületeknek, amikor a helybeli községek is községekben is volt tulajdonképpen tűzoltó egylet, illetve már abban az időben egyesület. És akkor én lettem a körzeti parancsnoka, és azóta még parancsnoka is vagyok, immár több mint 45 éve. Pálház a város nevében Lesovics Miklós polgármester csapatzászlóval és serleggel adományozta meg a 100 éves szervezetet. Úgy hozzánőtt a lakossághoz az önkéntes tűzoltó egyesület, hogy valóban 100 év alatt, mikor voltak a problémák, voltak a bajok, emberek, akkor mindig hozzáig fordultak, és ők mindig segítettek. Utolsó pillanatban is mindig reményt adtak az embereknek az újra éléshez. Az ünnepség egyik leglátványosabb eleme a város főutcáján megtartott tűzoltó felvonulás volt. A felvonulást követően vette kezdetét a sportpályán az önkéntes és létesítményi tűzoltó verseny, melyre a megye területéről több mint egy tucat önkéntes szervezet jelentkezett. Készültünk, szerveztük a mai napot, és szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon jól sikerülne a mai rendezvényünk. Ebből az alkalomból minden környező települést meghívtunk, saját csapatunkkal készültünk, egy osztott sugárkezelésbe szerveztük a megjelenést, és szeretnénk, hogyha a legjobb eredményt mi érnénk el Pálházán. A nap folyamán az érdeklődők megtekinthették, és kipróbálhatták a tűzoltóság, rendőrség, a katasztrófavédelem által használt eszközöket. A tűzoltóság, a rendőrség és a mentők pedig összehangolt bemutatóval illusztrálták, hogy hogyan hajtják végre egy autóval esett sérültjeinek kimentését.